Sziasztok! Sziasztok! Ifjabb Krisztián! Sziasztok! Mai videónk egy különleges videó lesz, amiből több videó sorozat is fog készülni, inkább úgy mondanám. Hát, Krisztiánnak a régi álma most valóra válik, és Lizának, és ugye bár nekem is. Keltetni fogunk. Perfect! Vettünk egy gépet. 10 000-ért, amúgy 30 volt, csak annak van, azt mondtam, hogy 10. Igen. És van itt is van. Sziasztok! Mennyi volt a kertetek? Remény, nem is az a lényeg. Aha. Itt vannak a tojások. Be fogjuk őket rajzolni. Ami nem tudom pontos menetet, már most néztük már egy csomó használt utasítást. Meg itt méresgessük itt a tojást mérleggel, mert 50 gramm alatt nem lehet keltetni tojást. Mert az nem lesz jó. Az hagyd, az kicsi? Aha, az 50 gramm alatt. Igaz, Liza? Jó, akkor most lássunk neki. Először megcsináljuk a helyet a gépnek. Egyébként a pincehelyiségben lesz, én úgy gondoltam el. Nem kell mérni szerintem. Akkor egy berakod? Megmérjük, meg. Ja, lehet megmérjük. Mérjük. Csak azt is megmutassuk. Igaz? A csipók, csoda. Akkor segítetek majd rajzolni? Hát, hogy ne segítetni. Be kell rajzolni reggel, este, reggel, este, reggel. Nem tudtak, hogy plusz-minusz. Hát egy R-E, az tök mindegy szerintem. Plusz-minusz, hogy kör vagy kockát rajzol, szerintem tök mindegy. Hopp, egy szúrjuk. Hát, az nem na. Ne, azon filózunk, hogy lemossuk a tojás, vagy ne? Anna már azt mondja, nem mossam, nem már... Nem, mert lemossuk a végtegetek, és akkor hamarabb. De viszont koszosak a tojások. És ha nem törőjük, mert végig kosza csak maradnak. Mit csináljunk? Kezdjünk neki, szerintem lássuk meg. Szóval, hogy közvet kivehetsz el. Az már jó. Menjünk, csinálj meg a helyet. Miért kérdezzél meg, hogy gazdál? Hát én gazda vagyok. Ja, kezdő gazda, de olyan kezdő, gondolkodom, kocsa gazda. A pirulós. De már éjszaka hova? Én meg ilyenkor most eltárlasztom, megcsináljuk. Hozzákezdünk, elrakjuk. Úgyhogy... Na! Kezdjünk neki. Na fiam, mi legyen a következő? Ezek vannak mérve, hát az a pár darab le van mérve. De az amiket odarakunk, azok nem jók. Na. Mérjük. Most méregessük a tojásokat? Én adogatom. Na. Mutassuk meg, hogy hány gramot bekérjük. Vedd le a tojást, vedd ki a tojást. Várjál, mi leted bele? Most mert. 60, 57, az jó. Minden adjad. Minden adtam most. 100 darab tojás, az még... Segítek, megrajzolom. 62. 51. Ez jó. Ez még határeset. Ez már szerintem kicsi lesz. Nézzük meg. Ez kicsi lesz. Érzem. Várjál? Én mondtam. 48. Ez egy kicsit kosos. Na jó, azt nem mutassuk végig, mert nagyon meg lesz. Kiválogassuk ezeket a tojásokat, egy nap lesz. Na, mindjárt mutassuk nektek, hogy hol lesz a hely. Itt lesz a kis keltetőgép. Most azt mondom, hogy nem használsz a szállítógép, ez egyébként a pincehelyiségünk. Itt van a boiler, itt kell lemenni a pincébe is. Szóval most ez lesz a helyük. Itt lesz. Ennek tetszett, itt van egy kis áram is. Mert tudjuk dugni. Na minden, hozom is ide. Hogy állunk a tojással? Amúgy a kicsiket ebben belerakjuk be. Ja, a kicsiket rakjátok félre? Aha, ezeket rakjuk oda, mert aha. Biztos, hogy nem pakoljuk az asztalra, mert remélem, az hogy lesz 72 sok tojás lesz, mert lehet, hogy lesz sok kicsi tojás, és lehet, hogy lesz sok kicsi tojás. Én nem tudom a helyet, hogy hol lesz. Tehát csinálom az asztal kicsi tojással, mert lehet, hogy sok lesz a kicsi tojás, és gondolom, na. Na, ki vannak válogatva tojások. Most a gyerekek megrajzolják, a plusz-minusz, Liza a mínusz rajzolja, szemben vele Krisztián pedig rajzolja a plusz jelet. Á, de rácsapódott az órámra a víz. Na, mutassák nektek, milyen ügyesek. Itt vannak a kis tojások. Jött a következő, a Lizának a tollat. Csak sígés. Nézzétek meg, milyen ügyes a kislányom is. Ez a lenyomtad mi ügyes vagy életem. Húzhatod egy kicsit hosszabb vonalat, jó? Csak úgy a tiszta tojásokat próbáljátok meg, jó? Szóval biztos,
Hát nem az igazi. Zsanna Mari. Zsanna Mari. Elkezdtem, nem tudom, hogy jól csinálom-e vagy nem. Krisztiánkák még rajzolnak, meg Anna Mari olvassa a gépnek az utasításait, úgyhogy elkezdtük a tojásokat belerakni a gépbe. Feltöltöttük ezt a legbelsőt, itt, ezt a kettő részét, vízzel. Na, megjelölték a gyerekek a tojást, én belehelyeztem. Szerintem annyira nem kell olyan precízen, szerintem. Kicsit átforgatom, aztán ráhelyezzük a tetejét, és akkor beindítsuk a gépet. Csak a 3 vagy 4 napig nem lehet forgatni. Úgyhogy kezdődjön a harc. Na, hagyd szóljon akkor! Azt mondják, hogy várni kell, hát én nem várom rá. Dobjuk. 78-17, úgyhogy mutat mindent. Azt nem tudom, most ez a gép mutassa el nekünk a páratartalmat. Nem tudom megkérdezni, már éjszaka ma. 27 fok van most bent. Azért ez egy komoly dolog. Tojásból lesz a csirke, igaz? Most azon gondolkozok, hogy melyik volt hamarabb. Tyúk vagy a tojás? Ez nagy dolog mondjuk. De miért nem megy fel a hőfok? Hát ma felmegy, hát még csak most dugtad be. A páratartalom az ilyen 60-70 között. Mennyit eszik ez? 75 VA. Az sok. Nem. Páratartalom nem a P. Múgy megy felfele. SK, ez milyen típusú az, hogy ez? Raptor 75. Ma 37-5. 37-5. Te vetted fel? Amikor tudja állítani a kivetetet fel, és lehagyja így a gépet, a félbeszélés bázat érték általáról adjuk. Így. Páratartalmat azt nem akarja? Várja. Na, sziasztok! Az első és a 10-11 nap között nem csináltunk videót. Ma kezdtünk el lámpázni. Le is merült a lámpám. Semmi baj. Az én lámpám is nem merült. Tehát most akkor megmutassuk nektek. Hát most elkezdtünk lámpázni 12. napban. És van benne. Már körülbelül 10-et kidobtunk 10 tojást. Nézzétek. Most így állunk. És akkor most mutatjuk nektek. Akkor megfélem a kamerát. Gyere, maradj ott úgy, jó. Na, van egy kicsit a picikét. Na nézzük. Csinálj, én nem vettem lámpázót, hanem elemlámpából csináltam, fejlámpából. Bele rakom, szépen. Így. És aztán megnézzük, hogy mi újság van. Na, az jó. Na, ez jó. Ott vannak az erek. Várja, ha fókuszolom enne. Ott a légbuborék. Jó. Látszik a légbuborék. Ne nagyíts. Nagyon mutassuk, hogy látszódjon. Ott van benne az ér. De ne nagyíts. Meglámpáztunk már egy jó párat. Na, ez nem jó. Ebben semmi nem látszik, semmi. Ér nincs be. Hoppá, mondjuk ott van egy főér, de... üres. Mondjuk, még egy kicsit ez nem ér, ez piros. Ez lehet, hogy sérülés. Ez nem jó.
Ebben nincs ér. Ezt tesszük félre. Majd a fókusz. Jó meg, és akkor fókuszál. Nem menjünk tovább. Ebben van valami. De viszont... Az jó. Nem hiszem, hogy jó. Nincs ér, fiam. Nézd, látod? Nincs jó, hogy ér. Kettedik nap már nem így kéne kinézni. Nem. Szóval, de ez se jó. Lássátok? Ezt a nagy nyomom. Ezt szedjük, akkor a fókuszon. Az az. Látod? Semmi. Üres. Még vannak tojás. Hát, ez a kettő már zárt. Nem kettő, már nagyon sok zárt. Na ez viszont... A légbubarik, az látszik. Nyomd meg azt, hogy az látszik. Na keressünk benne ereket. Fejét tetejnél rakd rá. Hát nem tudom. Hát... Adunk neki egy esélyt. Meglássuk. De szerintem az sem lesz jó. Azt a sort már végig csináltuk, a külső sort végig néztük. Ez jó, ott az ér, ott a légbuborék. Na az jó tojás. Na ez. Na ebbe télő látszik. Ez. Várjál, vedd el ez az ujjadat. Menjünk tovább. Na. Záp. Ez is kuka. Ez úgy, ahogy van kuka. Ez úgy, ahogy van. A többen semmi nem látszik. Kuka. Kuka. Hát, fogyik szépen a tojás. Jaja. Légbuborék ott van. Na, menjünk tovább. Nézzük. Én szerintem olyan sok zárt nincsen. Légbuborék. Hát... Nincs ér. 12. nap magára már csak kéne látszania. Szerintem ez is kuka. Mit szólsz hozzá? Hát az sem jó. Adjunk neki egy esélyt. Jó, rakjuk vissza. Látok valami biztató jelek. Volt egy pár szálért. Na ez jó. Ez jó. A légbuborék. Na a fókusz. Már egy picit. Tudom, látszik, ezen látszik szépen az ér. Jó az. Ott látszik. Aha. Az jó, az nagyon is jó. Mozogat, látod? Mozgat. Ott van benne a kis gyűl. Látod? Ne. Látom, mozog. Csak fókusz, nem akarod menni. Ez tökéletes. Az is. Ez is jó. Ott van benne az ér. Mozog az ér is benne, nem? Ez gyönyörű. Na. Erre vagyok én kíváncsi. Ez... Tudtam, a fehérek nem jók. Na srácok, ez semmi. Ezen mi? Látszik, ez így semmi. Így világít, akkor az... Semmi. Ebben semmi nincs. Anyu olvasta, hogy a fehérek azok nem mindig kelnek ki. Várja. Üres. Semmi, mint egy normális tojás. Eddig 4, de már kivittünk vagy 6-ot, szóval szépen csökkenünk. Keveset mondta. Az jó. Hát nem. Hát ott látszik benne. Ah, de az nem az ereket, nincs összekötőjér, az sima, látod? Ezben nincs semmi, fiam. Ja, hát van benne olyan, de nem jó.
Hát, hú, hú, az is zap. Szépen van, csökkenünk, lesz, szépen csökkenünk. Ez viszont jó lesz. Rég buborék ott van. Nagyon szépen látszódik. Ott vannak az erek. Na jó. Szerintem ez jó lesz. Na, van már leve. Még úgyis megy ki belőle. Ez is jó. Ó, nagyon jó. Na, ez nagyon szép. Ott a légbuborék is. Ja, a fókusz nem megy oda. Hát nem tudok mit csinálni, a fókusz azért. Közelre megy. De látszik benne. Nagyon szépen látszik benne. Egyébként vettük menet közben 70 darab napos csibét. Fehéret, azt el is felejtettem mondani. Majd mindjárt kivegyünk és megmutassuk. Ez is... Na, az jó. Úgy itt szerintem ki fog kelni, olyan 20 darab minimum ki kell, nem? Hát 20 darab csak ki kell 80-ba. Ez is jó. Uh-huh. Na, ez gyönyörű, ez is. Most már kezdünk jók lenni. Kezdünk jók, ne legyen már most van több. Ez is jó lesz. Aha, az is jó. Ez is jó, ott vannak benne az erek. De még mehet még ki. Hát mehet. Nem kell örülni. Ez gyönyörű, ez is. Ez szép. A fehérek azok nem nagyon... Hát ez jó. Anyu olvasta, de azok nem nagyon akarnak. Ebben is ott van azért. Ez is jó. Még valamelyikben látszódik a kis csipé. Ez is jó. Ez is jó, most nézem. Tovább. Szerintem itt tartunk, akkor menjünk a harmadik sorról. Na, ez az kuka. Az már nem jó. Ez kuka. Na, 6. Kidobtunk még mennyit. Jó. Jövünk erre. Ha vagy 16 minimum záv. Az jó. Nem látom az ereket benne. Ah, ott van. Az jó. Ez nem. Ez semmi. Még ilyen világosan, izélőből semmi. Kicsi a tojás. Ez biztos jó lesz. Látod? Nézzük, milyen szép eres. Meg tudja mutatni, várjatok. Fókusza. De látsz, most látszódott. Szép. És azt tudod, hogy hol jártunk? Uh-huh. Szerintem az is jó lesz. Az is jó. Ott láttam már ezt. Ez is jó lesz. Menjünk a harmadik sor. Rosszul forgatok. Hát de most amúgy mit várunk? Ez az első, nem? Ebbe is ott vannak az erek, ez is. Nem, apu. Ez még csak az első keltetés. Igen. Ez nem hiszem, hogy jó lesz, lássátok. Uh-huh. Kicsi. Is. Nincs hely tojásokat letenni. Azok valami kusarat. Hát kellene. Ez jó. Az is jó. Ez is jó. Na, 54 darab maradt a 83-ból. Na, ez a 12. nap majd, szerintem a 18. napnál fogunk még lámpázni, 17-nél, igaz?
15-nél kell. Igen? Na már amúgy ennyi. A 10. napon kellett volna, utána meg a 15. De 12. nap van semmi. Így akkor, akkor 17. napon kell. Jó. Kösz, hogy itt voltatok. Jövünk a következő nappal. Na. Nagy az öröm. Képzeljétek el, ez a 19. nap, ahogy számoltuk. 4-én tettük el, és most van 23. Holnap után kellnének ki, de 17, most kell. 16. Krisztián Kálmából kutba 19. nap. Keltetés óta, értitek? És... Kifogás van. Akkor csak ügyesek vagytok. Csak ügyesek. Nézd, hogy örülsz, baba. Én mondtam, hogy ott volt gyerekek. Ki hallotta meg a csipogást? Várjuk már. Én, hát csak én. Kimondtam, hogy mondom, valamelyik kisebb csipogott az óra, ezt nem hallottam itt a pincébe. Mondom, lehet valamelyik kisebb, ahol lehet, hogy ráment a, lement a pincébe. Jaj, ez kopasz nyakú telibe. Na mindjárt mutassuk, csak rálegjük a csütörtök mikrofont, hogy még megfelelőbb hangja. Kérsz egy mikrofont? Ezt nem hiszem, nekem nem lesz. Ez kopasz nyakú, meg tiszta fekete. Itt fekete a láb, meg... Rálegjük a mikrofont. Remélem, hogy ahol lesz a hang. Na gyertek. Várjál, bejövök. Ki kell húzni ezt a túl? Nem kell kihúzni, még két ország benne kell hagyni elméletileg. Két ország. Le kell száradjon. Menjél egy picit arra, fiam. Egy cseppet. Kopasz nyakú. Megvessük a csibét, hogy néz ki, menjél iszak. Figyelj, talkolja, nem lesz szőr. Mi az túl? Ne. Látod ott a talkoljon? Menjünk hozzá, Liza. Látod ott a talkoljon, nincs szőr. Jó, meg ezt meg visszatesz. Ruma csirke. Csak ez jó közel van hozzá. Egy a szárnyát. Ez az. Tudd be a kis csőrödet! De van, annyira látszik a szemedet. 19. nap. Hogy van ez? Ki volt a tojásforgató? Büszke vagyok rád. Abba megkacolni. Jól megemeltük amúgy, lehet a páratartalmat 19. nap. Tizen, ez nincs akkor 20. Már tudom, hogy 4-én raktuk el, és most van 23. A 16 nap, meg 3-19. Tegnap vettük fel a... Nem lehet kivenni, hogy megnézzük, hát de kopasz nyakú! Hagyjad, leveszem, én nem elmeg, fiam. De kopasz nyakú, az már az egyszer. Nem baj, az a kopasz nyakú. De amúgy én éjszem, hogy kopasz nyakú lesz. Látod itt a talkója, nincsen meg fekete a láb. Hogy látszott meg az erőt? Jó, fogd meg gyorsan, már ki akar jönni. Meg fog fázni. Várj, ráöntöd a csőrére. Így ment. Kis pajtás. Addig arra még ki kell, hogy hangja figyelni. Nem néztétek meg, a többi nem mozog. Többen nincs repedés. A többen nincs repedés. Na mindjárt, ma tudod, mi kell nekünk? Egy doboz, és az infrát behozni. Kéne még egy amúgy igazság szerint. Mi? Már nem kell. Hallottam a csipogást. Éreztem. Ugye, nyilatkozzon? Ki találta meg a csibét? Úgy, én. Hát én. Teljesen. Milyen lett figyelmes, mondja el, kedves Liza. Arra lettem figyelmes, hogy csak egy csipogás szólok, hogy mi ez a hang? Mi ez a kis csibe hang? Hogy teljesen. És kinek szól? Kihez fordult segítségük? Nekem. Kihez fordult segítségük? Kinek szól? Én, neki. Ki az a neki? Apu, szóval. Az apukád mi voltál? Ahán, hogy teljesen. Mondom, apukám, gyere, lehet. Mondom, egy kis csibe, ott csipog a ablakon. Ott teljesen benézett a pincébe, kinyitotta gyorsan az izét, a keltetőnek a tetejét, és kikelt a csibe. Oh my god, nagyon jó. Igazad van. Krisztián, meg közben... Közben Krisztiánka meg bealudt. Mert pont most vacsoráztak, úgyhogy ő bement a szobába lefeküdni aludni. Liza felvágva szaladt be, gyorsan, Krisztiánka! A csibe kikelt, Krisztiánka azt sem tudta, hova kell futni, de futott kifele. Azon gondolkozott, hogy most az kakas lesz, hogy jó. Egy-kettő. Mindegy, hát fiam, ezt nem tudjuk. A siker az megvan. A siker az megvan, sikerült. Úgyhogy már 100%-os csődöt nem vállottatok. Mert ha egy is, de legalább... Ahhoz kérdezik, az teljesen biztos. Az
Egy birthday tánc. Na menjünk, hozzuk be a... Csibét! Most megyünk és behozzuk az infrát. A csibét nem. Szerintem már meg fekültem. Csomi. De ilyen hamar. Csacsa. Hát teljes káosz volt, gyerekek, pont amúgy vacsoráztunk, csináltam a gyerekeknek spagetti, mondom, most tettek, takarítottunk, kimentem cigizni, meg behoztam a ruhákat, mert összehajtottam, és nézd meg, micsodára kell bejönni, hát ez hihetetlen, de igaz. Menjünk és hozzuk be a... az infrát is kössük be, meg egy dobozt nézünk neki, meg ruhát teszünk alá, hát nincsen. Ha ki gondoltam, forgács. Hogy ki kell? Megnézem már azt a cukit, mert úgy... Ne emeld meg, Liza. Nem. Maradj itt, és még kibehozzuk Krisztiánkával, jó? Na. Hú. Amikor majd nem fókusz, akkor azt megnyomod itt középen, akkor elkezd fókuszálni biztos. Zárd be, Liza. Liza, zárd be az ajtót, megyünk, az infrát leszeráljuk. Már nézzük a kis csibéket, ott is. Ott nem. Nagyon sokan vannak. Csibét éreznék. Liza? Csavi? Hát, megyünk be a kicsibéket, megnézzük a másikokat. Na. De annyira sokan vannak, majdnem rátaposol valamit. Megyünk, hozunk egy, kihozunk az infrát a csibéktől. Igen. Mert ugye bár ezt nem vettük fel nektek. Mondhatok. De viszont van 121 napos csibénk, ami fehér róz 308-as. Amúgy... Mondhatok. De amúgy teljesen majdnem rátaposol egyre. Olyan sok. Itt van Tibor! Ott van Tibor, a papagáj. És a má. Bemeltek én is. Almot kéne már cserélni. Sziasztok, Csibuszi! Tessék! Atya, jó! Na! Jaj, szia, bebám! Jaj, kis megom! Három úr? Mennyi szúnyuk? Hagyjátok őt! Azoknak is, hogy nem a szálluk! Az egyik kéthetes! Ez például kéthetes! Máma repül a kú! Itt van! Ez például kéthetes, igen? Az egyhetes, akkor nem egyhetes! Ő egyhetes! Fogjuk meg, hogy ezt akarom megtenni! Kiú! Már repülnek, apu! Amúgy én hoztuk Tibit is, már nagyon sokat. Jó, szia! Vinyál, és akkor ide valamit. Itt van ez a kis. Az például egyhetes. Ez. Mutassuk majd. Nem te vagy. A nagy. Ő az. Hagyjátok a kicsikémet, kicsi! Köszönöm! A köthetesek meg az ő... Kettőhetesekkel meg az ő már jobban látszik. Nagyon sokan vannak sászra. Biztos! Ez már repül. Csak almot kell cserélni, meg már repül. Meg hagyjátok a kicsikémet, itt a kicsi! Meg apu már repül. Ez van, kés kellett volna. Miért? Ááá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 á Át! Na, én meg leszerelem az infrát. Szívattok még a legy. Leges legy. Ezért már nem kell, rengeteg a szúnyog. Azt meg kell jegyezni. Nagyon fokos. Na, várjál, Liza, egy kicsit. Apu, menj már le a fejemről, vagy mi ez? Várjál, Liza! Amikóta is felmennek? Amikóta is felmennek? Igen, itt kéne itt mindent. Amikóta még oda is felmennek, nézzétek! Már repülnek a kétkötesek. Hát, sziasztok, kicsiké! Olyan jó! Tudjátok, hogy milyen jó ők is simogatni amúgy? Te? Menj, na fel, ezt ide drótoztam. Ne ugrott! Ez az. Gyere csak vissza! Hagyjad, Liza! Segítettem volna neki amúgy, simán.
Ó, gyertek ide. Ne, nem eszitek meg a lábujjamat. Úgy van, ez egy kicsit. Apu, amúgy a kicsiket miért nem zárod ki ide őket a zsolba? Ha bejönnek ide, azt összenyomják a kicsiket, apu. Ne, ha összenyomják. Kicsi, én úgy vártalan, Bibi, de bő, könnyei lesz mocsna. Na gyere, Liza, mehetünk. Mehetünk? Sziasztok. Gyere, Liza. Megyek. Jaj, vigyázzatok! Ki ne jöjjön? Bő. És így olyan visz, hogy kicsi bér. Na gyere ki, Liza. Menj el arra. Vigyázz már rajta, hogy ez a légy fogó. Még ezt le kell vágni, vigyázz a kezeddel. Na gyere. Olyan világít, hogy valahol lenni kéne egy késne. Itt van, meg is van. Majd ezt majd holnap majd elrakjuk innen. Most nem killaudok vele. Mehetünk. Mehetünk? Itt vagyunk ketten. Eltelt egy óra. Úgy gondolom, hogy most már kiveszünk belőle az eddig egy darab csibénket. Mert magas a páratartalom a keltetőgépért, nagy valami baj legyen. Uh-huh. Mert még jobban vizesedik. Ott van a helye. Itt az infra. Szerintem hajnalban még fog kikelni. Én azt érzem, még hajnalban fog. Na, vegyük ki. Ott van a kis csibénk. Hát most már kivesztük, már szerintem nagyon-nagyon. Ez kb. 40 centire van. Csináltunk neki ide egy bújtatót. Csak rátettük, már most semmi anyagunk nincsen itt, hanem nem gondoltuk, hogy 19. napra fognak kelni. Hát ki gondolta volna, most úgy voltam vele, hogy mondom, majd kelnek. Biztos, amikor álljon az ideje. Azaz holnap után lett volna 21. nap, de hát... Na! Gyere, fiam! Ezek. Hogy csináljuk majd, hogy jól legyen? Megmondom az őszintét. Menjél be. Bejövök. Igen, és? Nagyon óvatosan kell. És menjem ki. Azaz lépjél oda be. De viszont úgy forogjál. Várjál, ez mi a fene? Erre rálépek. És akkor így valahogy. Na. Emeld meg, én megtartom. Vizes még amúgy a kis csibe. De. Mert hiszen nedves. Nem tudom, hát, hagyjuk forgos. Még. Szerinted? Hagyjuk még, hát. De egy óra eltelt kb. Még várunk egy órát. Még várunk egy órát? Szerintem már mehetne bele, nem? Hát akkor rakjuk bele a tetődöket. Magas a páratartalom, vegyük ki. Az a baj, meg még jobban nedvesedik. Aha, még jobban nedvesedik. Na, óvatosan fogd meg. Tudom, állj meg. Tiszta a kezed? Na menjél, most meg gyorsan a kezed, már nagyon fontos, és jól tudod meg. El ne kapjon valami fertőzést a csibe. A kampec. Majd most az öcskös a kezed. Óvatosan, nagyon kicsi egyébként. Lehet. Menjünk le a pincébe, szóval... Na? Mehet. Várjál, ezt kegyük el. Megtartod? Megtartom, ha. Nagyon óvatosan fogjad. El ne egy fiam. Ó, de pici anyám. Óvatosan tedd bele, azaz. Jó. Jól esik neki a meleg. Na? Ja, megindul. Lehet kis vizet kéne. Szerintem nem kell neki sem. Na? Na hát itt van a kis csibénk. Csak megszállod, hogy megkapasznak. Igaz, hogy mi forgás, mint de...
ki gondolta volna? Hát nem gondoltuk, hogy most fog kelni. Szerintem szép. Yes. Jó, fekete. Lehet kakos amúgy. Másikokon nincsen repetezés? Na itt van a tojás, ezt kivesszük belőle. De úgy fertőzést okozza. Ahol ott a repedezés azon, ott szélen. Melyiken? Azon. Aha, tényleg. Az ki fog kelni, máma. Igen. Melyik az van? Remutassuk meg. Keresek én még repedezés. Ezen is van. Ott rajta, ne. Ne. Mutassuk ez meg egy a tojást. Emlék, ez egy emlék lesz. Azt a mindenit. Az a légbuborék volt az ott, nem? Vagy alul volt az? Az az valójában. Erek. Mutassuk meg a tojás belőle, már nem mozgat. Láttam még egy repedezést. Kettőt láttunk. Kettőt, igen, azt mondom. Na! Tegnap egy csibénk, sziasztok, egy csibénk kelt ki, amit hát tudjátok is. De most már nem is tudom megszámolni, mennyi van. Hát, vagy 15. Már nézzük meg, mutatom. Mutassuk meg ott mennyi van. Itt meg kell számolni. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ide tudod emelni egy picit a dobozt? Aha, várj, megpróbálom. Köztek ender magas hát, is. Hát kopasznyakúak. A víz az nem valamelyik. Jól kifolyik. De nem mindegy kopasznyakú. Ez pedig például ez egy nagyon szép, és ez nem is kopasznyakú. Látod? Ez ilyen szép. De lehet ez kender magas lesz. Köztek ender magas kopasznyakú közben a kertetőben is vannak, azokat meg benne kell hagyni. Elbújul az egyik. Hát van egy kicsi sárgánk is. Kettő darab, meg még ott a harmadik, csak az még szárad. Na, szóval... Nézd csak, szerintem az a kendermagos. Melyik a kendermagos? Ez is az lesz szerintem, ez szép lesz, mert ez tyúk. Ez nem kopaszikó. Ez szerintem, meg ez... Ez nem tuti... kopasznyakú, igaz? Ez nem kopasznyakú, látod? Ez csak sima fekete. De amúgy milyen szép, nem? Az kopasznyakú. Ez? Nem, ott ő. Ez? Aha. Ez nem, mert látod? Ez is kopasznyakú, ne látszik. Igen. Az nem kopasznyakú? Ezek se a fehérek, se ez se. Ez se kopasznyakú, de meg szép. Megszámoltad mennyi, várjál. 12 van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Aha. Jó számoltuk, várjál. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 darab. Eddig. De kell, még vigyázz a lámpára. Egy nagyobb doboz kell most nekik nézni. Most azonnal, ja. Na mutassuk meg a kártetőgépben mi újság van. Szívesen felnyissuk. Az ott most kelt ki, az is kopasznyakú. Egy. Hagyjad. Jó, még élj csak meg. Az most kelt ki. Az is kender magas lesz. Ott is van hátul egy. És az a tojás itt, ez. Ez csak a tojás, ezt kivesszük belőle. És ezzel mi van, várjál? A milyenkkel mi van? Érzem benne a mozgást. Ez nem záp? Nem záp, hát ott van. Na, csuk le. Na, három van benne. De a többit már most kivetted, igaz? Kivettem volna, hogy hármat, négyet kivettem most. Na, három van benne. Ezeket a törött tojásokat... Hány darab van ott? 12. 12, 15. Még nagyon sok tojásnak kell lennie. Ha még van benne, hogy 30. Na, majd jelentkezünk újra hamarosan. Nem jó újság. Három negyed része ideig, ami ki, sőt, 99. Nézd csak, ez lesz a, anyu, ez lesz a kender magos, nézd csak. A hasa fehér is. Megmutatok nektek egy kis csibét. Ez szép kender magos. Add a kezembe. Nem, nem.
Eszkender magos. Istenem, annyira édes. Nagyon most cuki. Most ki még három. Nézzétek, van még kis édes mocskát. Mindjárt megfoghatod. Jaj, amúgy ennek jó bundája lesz, vagy mi ez tolla? Mert ez izé lesz, anyu, ez szkender. Hát gyere, nézve, na, megfoghatod. Ú, de nagyon óvatosan, tényleg. Óvatosan, ez még pingyúrta, még nem rékkel. Megnéztek egy szőkét. Gyere ide. Anyu, hát ez? Hát ez? Egy másikat, várjátok. Azt várja. Mennyi, pici nem. Jó, kicsi babu. Mindjárt bejöhetsz, oké? Csak én még nem láttam őket. Nincs csak. Hát egy másik, még. Hát ez amúgy szokásos, de... Ez ilyen baj. Ez olyan lesz, mint a miénk? Aha. Mutatunk egy kopasznyakút, egy kendermagos kopasznyakút. Á, valami lefosta a kezem. Vedd már le, fog meg. Á, lefosta, lehúzta. Fúj, basszus. Vedd már ki a kezemből! Szerencséd van! Vigyázzatok, passa a kezed! Nem bírom, hogy ez? Ez, gyertek! Gyertek! Ez egy kender, magos kopasz nyakú! Megfogatom! Amúgy ez milyen szép, apu, gyere! Megfogatom! Ez kender, magos kopasz nyakú! A fej az nem megszed, de... Sziasztok! Én Sándor szeretném most megfogni. Na nézzük meg a gépet, nyisd fel a gépet. Ezt nézd meg, ez egy kopasz nyakú kendermagos. Hogy fogjam már meg, mert nem fogtam. Várj, várj vissza egy picit. Nézzük meg a gépet, mi van? Nézzük meg a gépet, hogy kell most. Három, kettő. Ott van egy benne. Egy. Na az egy kopasz nyakú, egy szőke kopasz nyakú, a többi meg. Ez lesz a sajátunk. Ez. Most kell. Az gyanús nekem egy kicsit. Ez a tojás. Még ebbe pont most van egy kelés. Na fókuszálj. Fókuszálj. Gyanús nekem ez a tojás. Miért? Nem hallok benne se csipogás, se mozgás. Hát fiam, valami beledöglik. Na tedd vissza, ma húzatot kapnak. De ez mozog, ez tuti. Ez a mozgás van. Jó, hallom benne, jó. Csak ez még nem olyan friss, mint ezek. Valahogy meg egy picit emelte? Ez fog most kelni, de nem fókuszál oda, ahol kéne. Ez is kell most pont. Ó, nézzétek, ez is. Ebben is ott mozog a kis tojás. Nézzük meg csak a kender magast egy kicsit közel. Ez nagyon szép kis csibe lesz. Ez egy kender magas szép kis csibe lesz. Na hát, sziasztok! Elérkezett a pillanat. Kiköltöznek ide a csibék. Na most már nagyon illatosak, szóval kitesszük. 44 darab csibénk lett a 83-ból, szóval majdnem a fele. És kicsivel több, mint a fele. Na ez vajon, ez milyen csibé? Na ezt mondjátok meg, írjátok meg kommentbe, ide YouTube csatornánkra, hogy ez milyen fajta. Megmondok te őszintén, nem tudom. Na, hol van? Kendőr, ja, itt van. Hagyjad. Ez is. Nem tudom, milyen faj. Ez is gyönyörű. Borítsunk. Szerintem ez kendel magas. Igen. Lesz közte sok. De amúgy a többi a szőke inkább. Ez a barna. Ez gyönyörű. Ezt életem a kommentben, hogy ez milyen fajta. Ezt nem tudjuk. Rengeteg a kopasznyakú. A posznyakú barátaink nagyon egyben vannak, szerintem félnek, vagy nem tudom. Fá. Hát fázi, nem fádak. Egy más hegyire hátára mennek. Van, kendőr magas kopasznyakú is. Így van. Na most meg szerintem ide valahogy beköltöztessük őket ezekhez a nagyokhoz. Ezek már ilyenek, három hetesek. Itt is kérdem a nálomcsere. Gyönyörűek.
Hóvám a farettőnek. Attól félek, hogy most beviszik ide, akkor ezek bele fognak repülni a dobozba, igen, és akkor megkínozzák a kicsiket. Mit érjük legyünk? Mi van egy ötletem? Na? Az a baj, kicsi a hely. Nagyon. Mi lett volna az ötletek? Nem tudom, hogy tegyük el, nem tudom, megmondom őszintén. Aha, arra gondoltam én is. Papagáj ketrecre gondoltam pont. De az meg lehet egy kicsi. Az meg lehet egy kicsi. Aha. Hát ezeket holnap minden át kell költöztetni most már. Oda. A gömbházba, ami nem látszik a gömbház. De átköltöztek egyből, szedem fel az almat. Szavaztok! Milyen szétek? Már a kicsik is mekkora? Ezek 3 hetesek? Ezek a kicsik. Ezek meg 2 hetesek. Milyen mekkora? Ezek a 3 hetesek. Most már mindegyik már jönnek kifele. Most már mindent tennének. Mi kell félni? A papagány adtam neki valami vizet, meg kaját. Azt mondtam, hogy hol vagyok, ha megnézek hátulról a helyet. Hát, ha látunk itt több mindent. Hát, nem sok mindennel látunk több mindent.